reggelt kívánok, és akkor megkezdenénk a ilyen napunk programját. Első körben, hogy ismertetsen a programot, első körben egy igazgatói tájékoztató. Hallatnak, utána pedig a jelentkezések szerint lehet menni majd a nyílt órákra. De mielőtt megkezdenénk az egészet, mutassam be azokat, akik az egészért dolgoznak, akik a gyerekekért dolgoznak, és itt nem magukra gondolok elsősorban, hanem a kollégáimra. És először első körben Mester Anikó, talán ő aki a történelmet, földrajzot, biológiát. Tolásságon a tanárnőt a német. Papi Major Zitát. Juliana Máriát, angol tanár. Hajnéfó Nagy Évon tanárnő. Szabó Herdélyet, a Kiskáli Német Márta, a Bíróság, a Jelentésevők beállt, a Matematika, a Szélia Német, a Kösteri Végezgató helyettes úr, és én pedig ide is nem vagyok az intézmény igazgatója. Azért, hogy ne csak a tankönyvekből tanuljanak, hanem használjuk a
interneten fel megtalálható segédanyagokat is, és azért lényeges, mert sokkal könnyebben és játékosabban folynak bele a tanulásba, mint egyébként. Nagyon fontos számunkra az, hogy jól tanuljanak, hogy elérjék a céljaikat belső motivációból, tegyék meg azt, amire szükségük van, viszont ezt mi is szeretnénk meghálálni, ezért vezettük az ösztöndíjrendszerünket, amit itt lehet látni, tehát a kitűnő az akár 70 ezer forintot is kaphat fél évenként. Emellett pedig drámapedagógiai foglalkozásokat is tartunk, ami egy nagyon-nagyon-nagyon jó közösség összekovácsoló program, plusz itt a kicsit introvertáltabb, visszahúzódó személyiségek is meg tudnak nyílni, és egy nagyon játékos, nagyon vidám formában zajlanak ezek az órák, majd ezt is kiadulálni meg lehet. A drámapedagógiával a célunk pedig az, hogy az itt mögöttem látható 10 kompetencia az mindenképpen fejlődjön, és elsősorban a kreativitás, a társas kapcsolatok, a csapatok, a kommunikáció és az érzelmi intelligencia. Miért fontos az érzelmi intelligencia a társas kapcsolatokon kívül? Azért, mert hiába mondjuk valakire, hogy rendkívül okos, intelligens, tehát magas az IQ-ja, amit szoktak mindig mondani, az érzelmi intelligenciát lehet látni, ha egyébként viszonyul egymáshoz, körülbelül az emberi személyiségnek a 80%-át teszik ki. Az utóbbi időszakban már nagyon sokan foglalkoznak az érzelmi intelligencia meglétésének a fontosságával, mert ez alapvető. Ha az érzelmi intelligencia, az EQ nincs egyensúlyban, tehát a gyerek szorong, nem szeret iskolába menni, nem érzi jól magát, de akár a felnőttre is igaz, hogy jön a munkahelyére, akkor nem fog tudni olyan teljesítményt nyújtani, mint ami elvárható tőle, nem fogja nyújtani azt a szintet, amit ő akár saját magától is elvárna, ezáltal negatív motiváció éri, kudarc érzések érik, és így nem fogja megfelelően teljesíteni, de ezért ezen próbálunk is segíteni akár a drámapedagógiai foglalkozásokkal, akár a mentor programmal is. És ennek köszönhetően, hogyha egyensúlyban van az érzelmi intelligencia, tehát jól érzi magát, akkor a teljesítménye is ugrásszerűen javulhat, és akár még sokkal többet is kihozhat magából, mint amit ő maga gondol. Média és kommunikáció szakkörünk is működik, itt elsősorban az újságírás az és a film készítés, ami az az irány, ami lényeges, tehát ami az érdeklődő tanulókat megismerteti ezzel a világgal is, illetve van egy sportfakultációs osztályok is az esetleges érdeklődők számára, ahol elsősorban abban tényleg az általános gimnáziumi résztől, hogy itt a sport, a testnevelésben van a fő hangsúly, és ők ebben az irányban mennek, illetőleg az úgynevezett társból játékot játszák, ami egy ilyen kilogó jellegű, ez a kép az Horvátországon készül, hogy az országos eredményeképpen az iskolán csapat az kijutott Horvátországon és egy nemzetközi kupán vehettek részt. Emellett még a röplabda, atlétika, és talajtorna is jellemző már a intézményünkben. Intézményünkben az érettségre felkészülés 11. évfolyamtól kezdve a fakultáció választással lehet tovább erősíteni. Itt kiemelném már is, hogy mivel Baptista fenntartású intézmény vagyunk, a Biblia ismeret is ettől a tanévtől választható, a most érettségező osztály közül is többet választották, ami egy szintén egy plusz lehetőséget ad, de bárki bármilyen tantárgyat választhat, most már bármiből lehet jelentkezni érettségére. Előnyük még a fakultáció választásnál, hogy nem keverjük az évfolyamokat, tehát hiába kis létszám is, hogy csak egy évfolyamon egy gimis osztály van, ha 3-4-en választják, akkor is beindítjuk azt a fakultációt, mert neki az a tovább tanulás feltétele, és mindenképpen ezért megkapják. Akik nem helybeliek, hanem Szolnok irányából, Törökszent Miklós felől jönnek, számukra az iskola biztosítja a buszt, akik pedig más irányból jönnek, nekik pedig a bérletet biztosítja, hogy ezzel is próbáljuk segíteni a szülőknek. Nagyon színes diákélet jellemzi még az intézményünket, és egy olyan program, amit 19-ben kezdtünk el, és azóta már hagyományosnak mondható, ez a gólyatábor, ami azt jelenti, hogy augusztusban a beiratkozás után, az iskola kezdés előtt körülbelül egy héttel, az új 9-eseket mindig elviszik egy gólyatáborba, aminek az a célja, hogy ott a több helyről érkező diákok megismerjék egymás közösségi játékokat, drámajátékokat játszunk egymással, és
úgy érünk már haza, hogy teljesen egy jó adott közösséget alkotnak, de emellett még rengeteg helyre szoktunk utazgatni, amelyre csak tudunk. A saját iskolai életünk is természetesen még nagyon színes, lehetne sorolni a gólya, hetet, gólyalvatás, manózás, karácsonyi készülődés, mikulásozás, de a tavalyi évből a 24 órás hetérkerül talán az, ami kiemelendő, ami nagyon pozitív fogadtatását és nagyon-nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Igen, az volt, miután az ember kirúgta magát. Emellett még persze járunk a színházba is, a kulturális életre is nem hangsúlyt fektetünk. És a nyári programunk egyik, hát legfontosabb, ilyen talán mondhatom így, minden évben pályázunk az Erzsébet program keretében a balatoni táborban, Zánkára, és az azért fontosabb, mint mondjuk egy osztálykirándulás, mert ott a 9-11. Évfolyamig mindenki szokott jönni, aki jelentkezik, és az teljes egészében az egész intézmény, az egész iskolai közösséget, tanulói közösséget összekovácsolja, mert ott együtt vannak nem csak a osztály, és ez rendkívül jó program szokott lenni. Milyen lehetőségek állnak a 8-osok előtt? Ugye ők még most itt vannak, pályaválasztás előtt állnak. Három lehetőség, a másik kettő, hogy a bővészeti iskola és a szakiskola más jellegű, tehát vagy szakképzőiskola, vagy technikum, vagy gimnázium. Szerintem a szakképzőiskolát az most nem szükséges, hogy ez a 3 éves képzés érettségét nem van, ez a régi klasszikus szakmunkás képző. A technikum és a gimnázium. A technikum megváltozott, 5 éves lett, és ennek a 5 éves képzésnek a végén egy szakmai vizsgát fognak tenni, negyedikben leteszik a vizsgát, előre hozott érettségi vizsgát tesznek történelemből, magyarból, matematikából, idegen nyelvről és a szakmai tárgyakból, pedig a 13. év végén, 15. év végén teszik le a vizsgáinak. Általában azt szoktam mondani, hogy az válasz a technikumot, aki kifejezetten tudja, hogy mit szeretne tenni. Hogyha nem biztos magában, akkor nem biztos, hogy jó döntés, mert az, ami régen jellemezte a magyar oktatást, az itt megszűnt, átjárhatóság nincs. Tehát ha valaki beleszaló 10. évben egy olyan szakmában, ami mégsem tetszik neki, és mégis úgy gondolja, hogy nem ezt szerettem volna, nincs kilépési lehetősége, végig kell csinálnia. Ezzel szemben ugye a gimnáziumok nem adnak szakmát ugyan, viszont egy sikeres érettségre való felkészítést azt meg tudják biztosítani, a továbbtanuláshoz szükséges felkészítést a különböző közismereti tárgyakból tudják biztosítani, hiszen a technikumokban például a természettudományos tantárgyak nincsenek is. Nagyon sok helyen, nagyon sok technikumban nincsen már külön kémia, földrajz, biológia, fizika, hanem helyette van egy úgynevezett természettudományos tantárgy. Ez azért lehet problémás, mert amikor majd a érettségi előtt szeretne továbbtanulásra jelentkezni, és nem biztos, hogy a szakmai irányba szeretne jelentkezni, és belép a felvívódóra, és akkor meglepődéssel tapasztalhatja, hogy ön lesz írva, hogy kéri a 2 éven keresztül tanult természettudományos jegyét, na olyan neki nincs. Ebből következően tovább tanulni azon az adott szakon nem tud. Ez viszont a gimnáziumokban biztosítva van. És akkor még egyszer összefoglalva egy kicsit, hogy ami rá kellett, hogy egy kis létszámú osztálya, hogy mondta a nyelvből, további mondás, emelt középszintű érettségre történő felkészítés bármilyen tantályból, drámapedagógia, sport, média, kommunikáció, notebook, közösségi építés, ami nagyon fontos, a mentor, rendszer, tanulmányi ösztöndíj, és a kollégiummal is rendelkezünk, egy jól felszerelt kollégiummal, ami a gimnáziumhoz tartozik, a városközpontban található, egy kicsit, csak a mi gyerekeink vannak benne, és itt biztosítjuk a jelenlegi kollégistáknak is az elhelyezési lehetőséget. Mik a követelmények? Hogyan lehet bekerülni hozzánk? Amit tudni kell, hogy mi központi írásbeli vizsgát nem kérünk. Viszont ami számít, és tanulmány eredmény számít, az alap az adja a rangsort, az a 7. évvégi és a 8. fél éves jegyek adják. Ugye a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem, az idegen nyelv, ezek adnak egy-egy
egyet, és a természettudományos tantárgyak a fizika, kémia, biológia, földrajz az együtt számolva, tehát azt jelenti, hogy 3-as fizika, 5-ös kémia, 4-es biológia, 4-es földrajz, összesen egy 4-es fog kihozni. És akkor így kaphat meg összesen a 7. év végén és 8. év alapján 50 pontot, és emellett még sor kerül egy szóbelinek hallgatása is, ami plusz 10 pontot lehet tenni. Ennek a fő célja az, hogy a tehetségetek szoftver segítségével felmérni, ha az adott diáknak a tehetséget, azért, hogy tudjuk, hogy milyen irányban lehetne leginkább támogatni. A sportos jellegű osztályok felé annyi különbség van, hogy itt a testnevelés ügyet is figyelembe veszik. És köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek, még a kísérletet héten. Az iskola menedék, biztonság, győzelmi dobogó. Nincs olyan nap, hogy ne érezném, vagyok valaki. Közösségünk kiválóan össze van kovácsolódva, köszönhetően a tanárainknak, hiszen rengeteg munkát fektetnek ebbe. Téged is vár a Kossuth gimi. Szeretünk idejárni, mert elfogadó a közösség, és jó hangulatban telnek az órák. Iskolánkban ilyen mentor tanárság, ami azt jelenti, hogy bármilyen lelki gondokban, tanulmányi gondokban tud nekünk segítséget nyújtani. Bármire tudnak találni megoldást, heti egyszer, vagy még többször, hogyha szükségünk van rá. Az iskolánknak van ösztöndíj programja, fél évente kapunk, akár 70 ezer forintot is. Külön könnyebbséget jelent a gyerekeknek és a szülőknek is egyaránt, hogy az iskolánk biztosít úgynevezett suli buszokat, ami különböző helyekről hozza be a diákokat, illetve aki nem suli busszal jár, annak az iskola biztosítja az egész éves bérletét. Az iskolánk különböző programokat szervez számunkra, ami erősíti az osztályközösséget, és olyan, mintha reggelente egy családba jönnénk.
Kedves nyolcadikosok! Én csak azt tudom nektek ajánlani, hogy maradjatok mindig kíváncsiak. Kíváncsiak a világra, nyitottak a gondolkodásra, nyitottak a tudományokra, és tanuljatok tovább a Kossuth Gimiben.